Hát igen, az igazság, hogy sokat szoktam így magamban gondolkodni, morfondírozni dolgokon. Bár most itt az új csatornán annyira nem akarnám ezt erőltetni, de múltkor kommentben többen jeleztétek, hogy ezek a régi, hosszú, pofázós videók hiányoznak, ahol nincs igazából összeszedve az, hogy most miről beszélek, meg hogy hogyan. Tehát nem annyira jól megszerkesztett. Hát nincs előre megírt szöveg. Tehát mondjuk én azt olyat soha nem csináltam a régi csatornámon, vagyis hát ezen sem, ugye? Tehát a régi időkben sem, hanem ahogy jött, úgy mondtam, hogy valahogy régebben összeszedettebben tudtam fogalmazni, úgy vettem észre, bár lehet, hogy ez szimplán amiatt van, hogy most volt egy majdnem egy éves kihagyás. Kicsit még vissza kell rázódnom. Meg ugye, igen, tehát nagyon nem mindegy az, hogy az ember egy előre beállított stúdióasztalnál profi mikrofonba beszél bele, úgy ott meghatározott távolságból kell, stb. Tehát az már egy olyan helyzet, hogy na akkor ez most itt van, és akkor ez most egy műsor, amit gyártok, és akkor úgy már nem jönnek a gondolatok. Mint hogyha csak így a telefonomba beszélve, fel alá sétálva a szobámban, meg a lakásban gondolkodok úgy, ahogy szoktam. És akkor ezt legfeljebb kicsit majd utólag megvágom, az üres járatokat kivágom, a rengeteg ést, meg a ő, meg izé, mondjuk őzni annyira nem szoktam. Inkább ez az és. És akkor így, meg úgy. Hát igen, szóval most például azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy tényleg vannak időszakok, úgy kozmikus jelleggel. Tehát most azt veszem észre, hogy egyre több youtuber tűnik el. Szóval ilyen régi nagymotorosok is, mint hát ugye Herbie is, többek között. És ugye hát én is eltűntem még korábban. Tehát most igaz, hogy visszatértem, de én is arc nélkül. Meg úgy mások is változtatnak, profilt váltanak. És tényleg az van, hogy mindennek van egy kifutási ideje. Szóval amikor még újszerű valami, alig van belőle, addig érdekes. Hát például Petit is nagyon sokan, hát nem az, hogy támadják, vagy támadták, hanem így megemlítették neki kommentben, hogy régebben jobbak voltak a videók, érdekfeszítőbbek voltak. Bevallom, nekem is régen jobban tetszettek, tehát ezek a konyhavlogok például, ami egy adott témát vesézett ki. Ő nagyon ízesen tudta megfogalmazni intelligens módon. És hát ezek már utóbbi 2-3 évben úgy eltűntek. Na mindegy, hát ő erre azt mondta, hogy hát ha már valamit kitárgyalt, akkor azt most nem akarja újra kitárgyalni, mert végül is ugyanazt tudná elmondani. Meg aztán nyilván az embernek a hozzáállása is sok tekintetben megváltozik. Tehát amikor már tényleg úgy belátjuk azt videósként, hogy igazából a nézőknek egyik fülén be a másikon ki, akkor már nem érezzük azt a hatalmas nagy közlésvágyat. És hát persze nyilván, amikor most már 2019-re annyi videós van, hogy Dunát lehet rekeszteni velük. Tehát arra következtettem, hogyha most valamilyen varázslatos módon vissza tudnánk repülni 2010-12-be, pontosabban az akkori attitűdöt át tudnánk hozni most 2019-re, és Herbie ugyanúgy videózna például, mint régen, meg én is, meg úgy mindenki, visszatérnének a régi nagy emberkék, akiket néztünk, hallgattunk, lehet, hogy már az is kevés lenne. Szóval lehet, hogy most azt mondanánk már arra is, hogy jó, oké, de mikor lesz már valami érdekesebb, vagy újszerűbb. Mert ugye az emberek, azok általában mindig a másik félben látják a hibát, illetve hát keresik a problémát. Közben viszont ők maguk is megváltoztak. Na meg hát nyilván igen, az újszerűségnek a szépsége az mindig ott van. Hát a szakértők azt mondják, hogy egy-egy projektnek nagyjából 4-5 év van áll rendelkezésére, hogy kiteljesedjen. Tehát addig tart a megszületési rész, a csúcsidő és a vége felé pedig le kell zárni valahogy, mert nagyon kicsi az esély arra, hogy annál tovább eltartson. Hát még a legprofibb sorozatok is maximum egy ilyen 8-10 év alatt élnek meg. Hát az egyik leghosszabb sorozat, amit én ismerek, az a Csillagkapu.
Annak 10 epizódja volt, meg hát egy 4 vagy 5 évados Atlantis miniszéria, meg hát aztán utána az Univerzum, de az már trágya volt, azt nem is bírtam megnézni. Mentalitását tekintve az már teljesen más volt. Modernizált, magyarul elbaltázott. Modernizált, vagyis elbaltázott. Na mindegy, és tehát a legtöbb sorozat, de még a sikeresebbek is tényleg ilyen 4-5 évig tartanak, aztán kész. Hát pont a minap gondolkodtam azon, hogy milyen jó lenne, hogyha folytatódna a Dr. House sorozat, aminek az utolsó adása azt hiszem 2012-ben ment le. Ha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, meg is nézem. Most itt van a számítógép, itt van előttem. Jaj! Mikor volt az utolsó része a Dr. House-nak? Első epizód 2004. november 16-án ment le, összesen 8 évadot látott meg, és igen, tehát 2012. május 21-én volt az utolsó rész. Tehát az már 7 évvel ezelőtt. Na, és csak azért mondom ezt, tehát hogy ez egy baromi sikeres sorozat volt. De ez mondhatni, hogy egy másik, egy előző világrendhez kapcsolódik. Amikor még szabadabban lehetett fogalmazni, nem volt ez a politikai korrektség túltolva, meg ez a női egyenjogúság csúcsra járatva, ez a feminizmus, meg ilyesmi. Szóval, hogy akkor még lehetett egy ilyen sorozatot eladni. De ma már, ha valaki ezt próbálná meg, hát egyből herélés lenne belőle, meg hát le se adnák, meg hát már a pilotnál elkaszálnák az egészet, hogy úristen, micsoda, hogy lekurvázzák a nőket a sorozatban, hát ez mit, micsoda, hát kikérjük magunknak, megyünk a bíróságra, ez lenne. Na mert hogy ugye Hugh Laurie, Dr. House, ugye a főszereplője a sorozatnak, állítólag kérvényezte, vagy hát így felvetette egy 9. évadnak a lehetőségét, hogy hát úgy így kicsit úgy komolyabban lezárni a végét, bár szerintem nem záródott rosszul a 8. évad, szóval nekem tetszett, mert így végül is a nézőnek a fantáziájára bízták azt, hogy House-szal végül mi lesz, meg Dr. Wilsonnal, szóval nekem tetszett végül is. Na mindig Dr. House, tehát ugye Hugh Laurie felvetette a 9. évadnak a lehetőségét, de visszamondták. Annak ellenére, hogy ő felegázsiért is elvállalta volna. Mert neki azt mondta, hogy nagyon tetszett ez a karakter, és hát szívesen térne vissza hozzá. De hát ez már nem lehetséges, és hát így elmúlnak komplett világrendek, azt lehet mondani. Tehát, és ez mindenre igaz. Tehát én a YouTube-nak is még egy maximum egy olyan 6-7 évet adok, és addigra eljut egy olyan pontra, hogy már teljes lesz a fekália tenger, tehát ott már tényleg nagyon-nagyon nehéz lesz megtalálni azokat, akik tehetségesek, de kezdők. Hát ja, ezen gondolkodtam itt. Hát így a hangminőség nem annyira jó, de legalább szabadabban áramlik a gondolat. Ja, hát a magam részéről meg most eléggé el vagyok havazva, azért is töltögetem vissza a régi videókat, és újakat most nem nagyon készítek, mert hát durván 2 hetem van, összvisz, és költözök el innen ugye Nyíregyházáról Pestre. És ez nem egy kis dolog, tehát itt ugye ki kell üríteni a lakást, mert el lett adva, akkor össze kell csomagolni a holmikat, megoldani a szállítást, stb. Stb. Mindegy, most ilyen extra részletekkel nem akarlak untatni titeket, meg nem is akarom a magánéletemet most már nagyon piedesztálra emelve, bemutatva közkincsét tenni, mert hát nincs abban semmi extra igazából, szimpla költözés, csak hát nekem ez most nagy dolog, mert végül is egy olyan lakást hagyok hátra, amiben majdnem 20 évig laktam. Tehát itt már régebben lakok, mint az előző Kégliben. Ugye ott hát 16 éves koromig voltam, és akkor költöztünk át ide, ahol most vagyok jelenleg. Ez 2001-ben volt, hát az már egy 18 év alsó hangon. Bizony. És hát a szívemhez hozzánőtt ez a lakás. Ehhez a helyhez szinte kizárólag pozitív dolgok kötnek engem. Ez a rengeteg pozitív élményt adott.
Hát kivéve a vizsgai időszakok, azok rosszak voltak, de hát az igazából akárhol lettem volna, az rossz. Nagyon nem, mert hát sajnos itt a vége felé már eléggé lusta voltam, aztán mindig utolsó napokra hagytam a tanulást. És azért ez kicsit így kellemetlen volt, amikor már csak 3 nap volt hátra vizsgáig, és már csak 40 tétel van. Basszus. És úgy számoltam, hogy hát, hogyha minden nap legalább 10-et megtanulok, akkor az már 75% esély. Hát aztán volt olyan, hogy úgy mentem el vizsgára, hogy 3 vagy 4 tételt megtanultam, és ennek ellenére szerencsém volt. Na, hát hogyha ez egy Fallout játék lenne, akkor a szerencse az ilyen 10-es lenne. Körülbelül a szerencse szintem. De mondjuk ezeket leszámítva, ezeket az alkalmakat, tényleg jó volt. Hát ilyen főleg a kockulásokra gondolok. Tehát amikor iskola után hazajöttem, és akkor szépen megtanultam, amit kellett, utána megint nekiestem, és akkor... ja. Hát meg apámmal a közös diskurálások, az is nagyon hiányzik. Ugye itt a szomszéd szobában lakott, itt közvetlenül mellettem, és hát tényleg itt csak egy, hát 3 ajtó választott el minket igazából, de ebből az egyik az általában nyitva volt, szóval mondjuk úgy, hogy 2. És tényleg úgy döntöttem, hogy na, átmegyek, bekopogtam, hello, nem zavarok? Aztán erre mindig azt mondta aranyosan, hogy soha nem zavarsz, oszikám. Hát aztán mentem, beszélgettünk, ő nagyon szeretett mesélni. Egy rendkívül intelligens, tájékozott ember volt, hát én a közelébe se érek. Végül is amit tudok, azt tényleg a, hát őtől letudom, mármint az ilyen szellemi dolgokat. Hát meg anyámtól is, ővel is beszéltem, de ővel inkább gyakorlati dolgokról. És hát igen, szóval ez hiányzik, hogy most, hogyha átmegyek, akkor nincs ott senki. Ha lemegyek a konyhába, ahol anya volt, ott sincs senki. Szóval igaz, hogy már évek teltek el a szüleim halál óta, de az igazság, hogy egyre nehezebb. Mert meg kell szokni egy alapvetően új életmenetet ilyenkor, és hát azért időnként jól esne úgy vissza teleportálni a megszokott, hát ilyen, nem is tudom, hogy nevezzem, tehát ugye a rég megszokott dolgokhoz, hogy na, hogyha ha gond van, vagy elbizonytalanodok, akkor a szülőkhöz oda szaladhatok, megkérdezhetem őket, stb. Ugye, amikor az ember egyedül marad, abban az egyik legnehezebb, hogy innentől kezdve kizárólag te felelsz saját magadért. Tehát most már én nem mutogathatok újjal senkire, hogy ő miatta, vagy ő miatta nem lehetek az, aki... Ugye erről a Rocky film jut eszembe, a 6. rész, amikor Rocky a fiával kiabáltott az utcán. De tisztára ez jut erről eszembe, és egyébként ez tényleg így is van. Szóval, hogy addig, amíg kényszerpályán vagy, addig hajlamos az ember tényleg elfogadni a helyzetét, és azt gondolni magában, hogy hát, oké, csinálnék én ezt, csinálnék még azt, mert ehhez is értek, ahhoz is értek, csak hát most itt van ez a szükségállapot, ezt most muszáj valahogy kibírnom, na majd, hogyha ez egyszer véget ér, akkor majd utána a sarkamra állok, stb. De hát, mint tudjuk, ez általában nem következik be. Tehát valami külső erőre mindig szükség van arra, hogy előrébb rúgdossa az embert. Hát igen, én meg most egy olyan helyzetben vagyok, hogyha én saját magamat nem fejlesztem tovább, nem rugdosom, úgymond, hogy történjen valami az életemben, akkor nem fog történni semmi. És sokan azt hiszik, hogy ez olyan nagyon egyszerű dolog, hogy fú, hát hogyha ő nekik lenne olyan lehetősége, mint nekem, akkor fú, hogy azt csinálok, amit akarok, hát... Nehezebb ez, mint gondolnátok egyébként. Meg az is érdekes, azt is észrevettem, hogy az ember sokáig azt gondolja, hogy bizonyos tevékenységeket önmagáért tesz. Aztán kiderül, amikor egyedül marad, hogy egy csomó mindent nem is magamért, hanem másokért, a körülöttem lévőkért tettem.
Szóval például a sportolást is. Ugye elmúlt 4 évben én hát felszedtem egy 20 kiló fölösleget durván. Ugye a sok pizzázással, gírosszazással. És korábban meg úgy féken tartottam magam, meg eljártam rendszeresen edzeni. Szóval úgy odafigyeltem, hogy azért nagyon durván ne hízzak el. Amikor még éltek a szüleim. És akkor így utólag jöttem rá, hogy igazából ezt ő miattuk csináltam. Szóval ne lássanak engem kövéren elhízva. És ugye onnantól kezdve, hogy már ők nincsenek az életemben, gyakorlatilag így elszaladt velem a paripa. Úgymond kirúgtam a hámból, tehát hogy na most akkor már lehet pizzázni, gíroszozni, meg már most akkor... Szóval úgy, nem is tudom, ez egy ilyen tudatalatti dolog, hogy hát most már úgyis mindegy, már most úgyse lát senki, meg úgyse érdeklek senkit. Tudod, és akkor így elkezdett zabálni, ilyen kényszercselekvés, és hát ez úgy meglátszik idővel, főleg, hogyha még hajlama is van az embernek. Sajnos hajlamot azt örököltem. Gyakorlatilag az összes feljebb valomtól. De tényleg. Jó, azt hiszem, hogy talán a anyai ági nagyapám nem volt kövér. Azt hiszem, úgy tudom. Na mindegy, ez van. És hát ezeket a elvarratlan szálakat kell végül is elvarni, hogyha egyedül maradsz, és önmagadért megtenni bizonyos dolgokat, hogy ismét egyenesben legyél. Hát én most tulajdonképpen ezen dolgozok, remélem, hogy egy pár éven belül most már nagyjából elérem azt a pontot, hogy elmondhassam, hogy ismét nyerekben vagyok, és megnyílnak a lehetőségek előttem. Na hát, ez a két téma volt, hevenyészet témák voltak ezek, nem gondoltam át most sem. Még nem tudom, hogy fel fogom-e ezt tölteni. Meglátjuk. De lehet, hogy lesz tényleg egy ilyen sorozat, hogy életképek. Tehát ami ilyesmi lesz, hogy csak úgy elkezdek beszélni valamiről, aztán hát olyan, amilyen némelyik lesz képpel illusztrálva, mások meg nem annyira. Most azon is gondolkodtam, hogy azért mégiscsak szeretnék kinti felvételeket készíteni. És hát ugye az arcoknak az elhomályosítása az, hát igazából akármilyen módszert is nézek, hosszadalmas. Sajnos a YouTube-nak az automatizált rendszere az, hát nem azt mondom, hogy rossz, tehát hogy csak egy-két arcot kell elhomályosítani, és azok úgy jól kivehetők, akkor megoldja. Csak itt azzal van a gond, hogyha egy adott szereplő kilép a képből, visszalép, és akkor az arca az ugye nem látszik egy darabig. Na most, amikor hirtelen lép vissza, akkor egy pár képkocka erejéig látható tökéletesen az arca, és utána homályosítja el a rendszer. Tehát nem tökéletes. És hát, mint tudjuk, elég egyetlen egy képkocka, ahol látható, akkor már szart se ír az egész. Úgyhogy ez nem megoldás. Régebben próbálkoztam ilyen rajzfilm filterrel, tehát hogy ráhúzni az egész felvételre, úgyhogy kellőképpen roncsolja az arcokat, tehát ne legyen felismerhető, vagy maximum az adott illető ismerje fel magát, de hogyha egy másik ember mutat rá, akkor az nem lehet 100%-ig biztosabban, hogy a Pétert látta. De aztán nem találtam ilyen filtert, vagyis hát amikor a nagy nehezen a végén megtaláltam, akkor annak meg az volt a baja, hogy az egész képet olyan szinten roncsolta, hogy az már szinte felismerhetetlenné vált. Arra meg már azt mondtam, hogy hát ez így nem jó, ezt hagyjuk. Ráadásul a renderidő is megduplázódott majdnem, úgyhogy ezt is elvetettem, akkor volt egy olyan elképzelésem, hogy és lehet, hogy ebből lesz is valami, hogyha valahova megyek, és ott készítek felvételeket, akkor nem mozgóképként fogom nektek adagolni, hanem egyfajta képregény videóként. Tehát, hogy egy-egy mozzanatot, egy-egy képkockát kiragadok, ott ugye az arcokat kihomályosítom, elhomályosítom, meg a reklámokat, mert most már arra is harap a YouTube, ne legyen benne Coca-Cola reklám, meg ilyenek, és utólag kommentálva elmondom, hogy hol mi történt. Vagy hogyha tegyük fel, menet közben pofáztam,
vagy mit tudom én, mentünk, és akkor ott a csapattal ott beszélgettünk, aztán erről készült hangfelvétel, akkor az alá keverem, és úgy játszom be a képeket egymás után, ahogy történt. Csak hát akkor ugye nem kell az egész videót cenzúrázni, hanem csak az adott képkockákat, amiket kiveszek. Ez még azt mondom, hogy belefér. De most érted, készítek egy, mit tudom én, egy horvátországi utazást, csak mondtam valamit, és mondjuk egy fél órás, és végig pofázok, meg minden, és percenként 200 arc látható rajta. Hát most mire azt kimaszkolom az egészet, hát így két hónap. Annyi időt nem akarok rászánni, meg hát nem is éri meg. Ha nem, tényleg akkor egy-egy kulcsképkockát, és akkor látjátok a tájakat, hogy hol voltam, hogy nézett ki, fú, de jó képeket csinál a GoPro Oscar. Írjátok majd kommentben meg, hogy fú, de ott lennék én is. Posztoltad ki Facebookra? Nem posztoltam ki, mert nem akarom, hogy az emberek irigykedjenek. Meg azt higgyék, hogy nekem milyen jó. Ott áztatom a seggemet a tengerben, mások meg ilyen meleg irodaházakban rohadnak. Általában, aki posztolja ezeket a képeket, hát ezt éri el vele. Hogy mások irigykedjenek, hogy nekem most milyen jó. Na mindegy, szóval... Úristen, eléggé szedetvetett pofázmány volt most ez egész. Nem tudom, hogy feltöltsem-e. Nem tudom. Ilyen ágyi hanganyagnak jó lesz nektek? És lehet, hogy itt a csoszogásom is végig benne volt. Hát csak az, hogy ülve meg... Nem tudom. Hát majd próbálgatom. Lehet, hogy marad ez a szisztéma. Mert a múltkori videómatnak a szövegét megírtam előre. Az a 3 perces. az rohadt jó volt. Ugye másfél perc volt a visszaszámlálás, mert premierként időzítettem. És ugye 3 perc alatt lezavartam a gondolatmenetet. Ami hát összeszedett volt, mert ugye előre megírtam, bár utólag átgondoltam, hogy lehetett volna még összeszedettebb. Szóval az a baj, hogyha én összeszedett videót akarok csinálni, akkor azzal heteket el tudok cseszni. Szóval van néhány téma, akkor azzal hetekig el tudok bajlódni. Mire tényleg olyan lesz, hogy na, ezt most már, hogyha felolvasom úgy ügyesen, akkor tényleg minden szempontból, retorikailag is, meg minden szempontból jó. De hát olyan komoly témáim meg nekem úgy nincsenek. Még azon is törtem most a fejemet, hogy Metal Castiel még, nem is tudom, egy fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt felajánlotta, hogy készíthetek videót a Miről Szól csatornára. Tudjátok, van neki egy ilyen csatornája, ahol különböző témákat, főleg játékokat bemutat. Nem csak ő, van egy-két másik tag is. És itt egy 20-30 percben, rendesen utána járva a dolgok hátterének, gyakorlatilag egy komoly előadást készít. És a háttérben persze van mozgókép, meg minden. Én imádom ezt a csatornát, egyébként ajánlom is nektek, hogyha még nem hallottatok róla. Ez a Miről Szól csatorna. Na, szóval, hogy azon is gondolkodtam, hogy oda kéne készíteni egy tartalmat valamiről. Mert hogy igen, szóval, hogyha ilyen előre megírt dolgokról van szó, akkor én nagyon maximalista vagyok. És hát valljuk be, hogy azért ez a YouTube, ez... Szóval én szeretem a nézőimet, meg minden, de szóval most, hogy ennyi időt elcseszni egyetlen egy videóval, amit, mit tudom én, így 600-700 ember megnéz. Na mindegy, hát most megint a régi témához kanyarodunk vissza. Hogyha már most azt nem akarom ismét behozni. Ja. Na, azt hiszem, hogy befejezem. Na, már késő éjszaka van. Ilyenkor se jó már gondolkodni, mert ilyenkor már fáradt vagyok, reggel meg még fáradt. Napközben meg még fáradtabb. Ez a sor nem jó. Na, egyik külön tanáromnak is mondtam még középiskolás koromban, hogy hát igen, a téli időszak az, vagy a nyári időszak az azért nem jó tanulás szempontjából, mert meleg van, izzadok, és nem fog a fejem. Ősszel,
hát az ősz az úgy elmegy, csak akkor meg olyan esős idő van, meg fúj a szél. Össze vannak zavarodva, kuszálódva a gondolataim, mert nem jó se tanulása. Hát a tél az meg olyan, hogy hideg van. Olyankor a téli álmomat alszom, hát olyankor nincs idő tanulni. Tavasszal meg már ugye várjuk a nyarat, hogy ú, de jó lesz, mehetünk megint strandolni. Szóval akkor meg majd be van zsongva az ember, nem jó soha, tanulni soha nem jó. Ez a lényeg. Jaj. Lehet, hogy kéne egy olyan sorozatot indítanom, hogy csapongásaim. Csapongásaim 0-1. Vagy ez az a kettős kereszt és egy. És akkor ilyen mindenfélét, ahogy eszembe jut. Megvakarom a falat. Így na, ezt most például benyögtem. Ez is egy téma volt, kérlek alásan. Tegnap vágtam a körmömet, úgyhogy jól lejött. A vakolat! Nem, amúgy nem, csak hűlök. Na, meglátom, hogy feltöltöm-e. Fogok kísérletezni fejhallgatós felvételi módban, mert az végül is kényelmes, ülök. Mikrofon is mindig ugyanott van a pofámtól, meg hát azért az se rossz mikrofon végül is. Na jó, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és szép álmokat, és sziasztok!